hogyha bármi ilyen, bármi ezek közül megérintett titeket, akkor várlak titeket sergiomagánya.com on megtaláltok. Minket magyarul is megtaláltok a 6. nap@gmail.com e-mail címen, hogyha írtok ezzel kapcsolatban és a gyakorlatokkal kapcsolatban, a Vénusz energiáival és a női és a férfi energiákkal kapcsolatban. Sergiónak van egy egész évet átható, másfél évet átható gyakorlat sorozata a Vénusszal kapcsolatban, a Vénusznak az energiáinak a használatával. Jó, és most akkor elkezdjük a gyakorlatot. Veszünk egy mély levegőt, és amikor kilélegzel, kieresszük az összes nehéz energiát. Veszünk még egy mély levegőt, amikor kilélegzünk, ráhangolódunk az univerzumnak az energiáira. Ráhangolódunk a kozmosz mozgására, az illúziókra. Veszünk még egy mély levegőt, és ráhangolódunk arra, hogy az eklipszek hogyan mutatják azt, ahogyan, azt, amit valóságnak hívunk, azt, amit állítunk a valóságról, hogyan lehet másképpen nézni, és mennyi-mennyi féleképpen lehet nézni. Az eklipszek megmutatják azt, hogy ez mennyire csak a tükör, a saját tükrünk. Például a mostani napfogyatkozás, ami most történik, az jelen pillanatban nem most történik. Valójában nincs itt az árnyék, amit ez mutat nekünk. Természetesen megjelenik a Földnek bizonyos részén, de ott, ahol vagy, ott nincs. És a teljes sötétség, a vaksága az emberiségnek most. El sem tudja képzelni az emberiség az ő vakságán keresztül. Az, hogy mekkora energiáról van szó. Hogy a jellemzői a következő 2 évnek nagyon-nagyon sok helyen itt a Földön azok, ami annak az leképezései és eredményei lesznek, amit ez az árnyék és ez az árnyéknak az energiája sugároz majd belőle. Az a gyakorlat, amit most végzünk, pontosan ezért nagyon nagy hatással lesz a következő legalább 1 évre. A következő évre azért, hogy nagyszerű legyen, és úgy fogsz emlékezni, hogy milyen nagyszerű lesz. Vagy pedig úgy fogsz emlékezni, hogy nehéz volt. Pontosan úgy, ahogy emlékszem majd a 2020-es, 2021-es évekre. Hangolódj most ezekre. Hangolódj erre a lehetőségre. Még akkor is, ha nem most végzed velünk a gyakorlatot, hanem majd később. Hangolódj rá a napnak az energiájára. Mind a kétféle minőségére, ne csak az apai energiájára, a női minőségére is. Itt az idő, hogy felismerjük azt, hogy mindenben van női és férfi minőség is. És hangolódj rá magadban ebben az energiára, a szívedben. És hangolódj a holdnak az energiájára, ugyanígy a női és férfi minőséggel. És a hold is bennem van. És most egy egységet alkotok a nap és a holdnak az energiái között velem. Om Teatul. És most a napnak az energiája benned van. Csantíko, a női tűznek az energiája, az otthon melegének az energiája. Hangolódj ezekre az energiákra. Hangolódj erre a bölcsességnek, az otthon, a nőiségnek az energiája.
a szélnek, a nap energiájára hangolódj. És a Tezcatlipoca-nak, a holdnak a benned élő tudatosságára hangolódj rá. Hangolódj rá. Az egyiptomi holdisteneknek az energiájára. Hangolódj az érzelmeknek, az ösztönöknek az energiájára. És most az illúzió, ami eddig kívül volt, vagy az a nagy igazság, amit megtalálhatunk ebben az illúzióban, ebben a külvilágban, ez a fenomena, ez, amit úgy hívunk, hogy eklipsz. Ez egy csodálatos lehetőség. Most elkezdődik. A saját holdad és a saját napod együtt a bolygóval, a hold át fog menni a pontosan a hold, ahogy megy a nap és a föld között, pontosan ebben a pillanatban vagyunk. És a földről nem látható most a nap. Most átváltoztatjuk pontosan ezért a napot, hogy amikor előjön, akkor átváltoztatjuk, hogy ne férfi energiája legyen kizárólag a napnak, hanem duális. Legyen ott női energia is vele, hiszen minden láthatóban van férfi és női energia. Legyen ott. Segít nekünk abban a Vénusznak a női minősége, hogy kitágítsuk ezt, és megjelenítsük mindenhol, mindenben ezt a minőséget. És a második nagyon fontos energiája, Shantiko, az, amelyik őrzi az otthonnak a tüzét, az otthon melegét, az a tűz, a bölcsességnek a tüze, a szépségnek a tüze. Az, ami ad boldogságot, gazdagságot egész királyságoknak. És most a saját holdadnak az információja. Ezt vagy a Tezcatlipoca fog vezetni téged. Az álmaidat vezesse. Az ösztöneidet ő vezesse. És értsd meg azt, hogy az árnyék pontosan szemben, pontosan az reverse-ként, az inverse-ként működik, mint az anyag, amit a meglátott anyag, a látható anyag. A saját holdad és napodnak a kombinációja, ami most együtt áll. Ami együtt áll a teljes bolygóval. Nézd, most lásd az egész bolygót, ezzel a rengeteg sok problémával, ami ott van. Minden 400 gyengeséggel, 400 különböző gyengeséggel, félelemmel, amik nem erők, ahol az erők hiányoznak. És ez mind árnyék. És az árnyékba ez belemegy, és az árnyék most elviszi ezt a vízbe. Elviszi ezt a vízbe. Az Antarktikhoz, Argentinába és Chilibe is. Azért, hogy megváltozhasson. Megváltozhasson a fizikai világ. A fizikai világ többé már ne akarja ezt. Ne akarja ezt. Kezdje el elutasítani. Hogy érezzen rá, hogy láthatóvá, érezhetővé váljon számára. Hogy erre nincs szükség. És hogy az árnyékból, ahogy előjön, boldogságá változzon. És ez a boldogság, az öröm a Vénusznak, Taukiszmán Tekukli,
Minden egyes projekt, akik dolgoznak a Vénusznak, Istárnak az energiájával, a női energiájával. Érezzetek rá erre, azért, hogy fel tudjon szabadulni az erő, hogy ráérezzetek a különbségre, a lehetőségekre. Az az ember, aki a reménynek, a reményben elmerülve, akcióba merül, azért, hogy elérje azt, amit szeretne, az álmát, a boldogságot. Az az eklipsz, ami most történik, a szíved, a szívedben a napnak az energiájával történik, és a saját árnyékoddal, ami most a föld, a vízben van, az Antarktiszon van, az óceánok vízében, és a földön van ez az árnyék. Engedd, hogy ez az eklipsz most gyógyítsa a női energiákat, egészségessé tegye a női energiákat a férfi energiákkal. Engedd, hogy a minőségek megváltozzanak. Hogy a reménynek, a boldogságnak a folyói elárasszák a világot. A tengerei elárasszák a világot. Az az ígéret, amit magadnak tettél, ez elárassza a világot. Azért, hogy keress olyan embereket, akikkel tenni tudsz azért, hogy ez megvalósuljon, hogy ez létrejöjjön. És most tedd össze mindkét kezedet a mellkasod előtt, és mondd hangosan, Ome Teotl, a múltban a napfogyatkozások, az elmúlt 20 évben, ebben a pillanatban minden olyan árnyék az most egészségessé legyen. És most tedd hátra a két kezed. És most a jövőhöz tesszük ugyanezt, hogy a jövővel harmóniában legyen ezzel a vágyunkkal. Hogy a jövő a vágyainknak és a reményeinknek több energiája legyen. Hogy 2026. november 24-éig az emberiségért, a földért több reményünk legyen, több erőnk legyen, és elárassza ezt a földet. Azért leteheted a kezed, azért, hogy tudjál tenni ezért, tudjál tenni magadért, tudjál erről beszélni. Ez az az idő. Ez az az idő, ez az az energia, amivel mire négyet számolok, visszajössz ebbe a valóságba. 1, 2, 3, 4. Gyertek vissza. Nyissátok ki a szemeteket. Ez az energiája az eklipsznek, amikor irányítjuk. 7 napig, vagy 13 napig is tudjátok csinálni mostantól. Nagyon lényeges, hogy hozzá tudjuk kapcsolni magunkat a kozmikus időhez, a kozmikus elmozdulásokhoz, rá tudjunk hangolni, mert láthatjátok, hogy mennyire lényeges változások történnek a női minőségben, a női energiákkal, és ezek cselekedetet kívánnak tőlünk. Azért, hogy változtassunk azon, ahogy eddig volt. Nagyon lényeges, hogy minél jobban mesterei legyünk ennek. Természetesen tudtok csatlakozni ahhoz az energiák, az gyakorlásokhoz, amikről mi beszélünk. És Szerhiónak az oldalán, szerhiomagánya.com, és tudtok csatlakozni hozzánk is a magyar adásokhoz, amit minden héten leadunk. A 6. napkukac@gmail.com-on tudtok érdeklődni erről. Biztos vagyok abban, egészen biztos, hogy nem akarjátok, hogy azt, amit nem pucolunk meg, és ez a félelem, ami elulálta most a Földet, 400 különböző gyengeség formájában megjelenjen a jövő évben, jövő márciustól, az emberek életében. Ezen tudunk változtatni. Azt, hogy ez a félelem, amiben jelenleg fürdőzik az emberiség,
ezt ne uralja többé az embereknek az életét, a tudatalattiát és az árnyékát. Nagyon nagy szeretettel adom át ezeket nektek, egy icipicit szomorúan, nem veletek szomorúan, hanem amikor már szebbre nézek a világba, és azt nézem, ahogy nézem azt, ahogy a maszkulinnak az energiája, a férfias energiája nem hajlandó nem hajlandó leadni abból, hogy hogyan és milyen erőszakkal befolyásolja a fő bolygót. Mi az, amit mi tehetünk ezért vagy ez ellen? Az, hogy minden időnket, ami van, arra töltsük, hogy ezt megváltozzon. Itt van minden idő számunkra, és minden lehetőség számunkra. Ránk hagyták az ősök, hogy ezt hogyan tudjuk megváltoztatni. Köszönöm, hogy itt voltatok. Csodálatos napot kívánok. Köszönjük szépen, hogyha velünk voltatok. Mindenkinek, aki később nézi, nekik is köszönjük. A gyakorlat ismételhető. 7 napon vagy 13 napon át. Akit érdekelnek ezek a bizonyos jóslatok, amiről Sergio beszélt, azok írjanak a 6. nap@gmail.com-ra. Erről van egy 13 részes előadásunk. És hogyha a Vénusznak az energiáival szeretnétek dolgozni, az egymást kiegészítő szent dualitásnak az energiáival, arról most van egy 13 részes sorozatunk jelenleg, minden vasárnap együtt találkozunk, és együtt töltünk 3 órát reggelente azért, hogy az érzékelésünk fejlődjön, és ezt az érzékelést meg tudjuk jeleníteni ebben a világban. Írjatok nekünk a 6. nap@gmail.com-ra. Köszönöm!